amikor hogy a rendelkező nem támogatjuk, itt mondtam mindenki távol, hogy ilyen padon nagyon sok embernek az erőműködését közel szeretnének. Nekem az lenne kérdésem, hogy az Európai Unió, illetve bármelyik Európai Unió ki ezt állítani, hiszen most halljuk, hogy Ausztria tiltakozik valami hangon előző ellen, tehát kiderül, hogy most Málta meg a milyen ellen tiltakozik, ez kitolja a dolgot, hogy meg tudja ezt állítani, vagy pedig ezt félre lehet tenni, és majd elvitatkozunk a következő 50 évben. Köszönjük szépen! Ugyanezen az őrszervezetek, a kibejelentésnek partnerként az energiaklub és az Greenpeace egyetek, tehát hogy nekik is van olyan jogosítványuk, hogy tudják végezni a dolgot. Megfogalmazhatják kérdéseiket, véleményüket ezzel kapcsolatban, amit a közvetlenül hatóságnak kell elbírálnia, hogy mit kezd ezekkel a kérdésekkel. Tehát megnyugtató választ kell adniuk, illetve a közvetlenül engedélyt úgy kell a hatóságnak kiadnia, hogy kötelezze az engedélyest arra, minden a közvetlenül hatásokkal kapcsolatos kérdéseket maga az engedélyes elhárított. Most, hogy milyen jogi eszközök vannak még a kezükben, ezt nagyon nehéz lenne felsorolni, hiszen nyilván a közvetlenül hatóság kiadja a hozzájárulását, akkor utána ez megtámadható. A megtámadott közvetlenül engedélyt a másodfokú közvetlenül hatóságnak kell elvirálnia, és ha ezt is kiadja, akkor is még ha nagyon kitartott ezek a szervezetek, akkor jogi lépéseket tehetnek, de a végén a jogszabályok szerint ennek van egy pont a legvégére téve, tehát ha minden feljogosított fórum ezt az ügyet megvizsgálja és a jogszabályokat megfelelőnek tartja, akkor kiadja a közvetlenül engedélyt. De voltak ilyen ügyek az elmúlt években, voltak már gyermekvállalások, amelyek ilyen jellegű támadást kaptak, de aztán a végén megkapták az engedélyt, és a program el tudott indulni. Most a közvetlenül engedélyezésben ugye a külföldi országoknak a véleményét is figyelembe kell venni. Ezekre is ugyanígy érvényes, hogy vannak nemzetközi egyezmények, amelyeknek az előírásait itthon alkalmazni kellett, ezekben vannak építve a magyar jogrendbe, és ebben a politikai menetben, amit az előbb elmondtam, tudnak a külföldi országok becsatlakozni. Most, hogy melyik országban a számítva, az nagyon nehéz megjósolni. Ugye a környezetvédelmi engedélyezési eljárás köteles volt maga az üzemidő hosszabbítás, és ott is voltak külföldi részes felek, akik a végén elfogadták a válaszokat, és nem emeltek fogást, tehát a közvetlenül engedély ott megszületett. Nagyon reméljük, hogy itt is erről van szó. Szerintem az egy jogos elvárás környezetbeli országokról, vagy tulajdonképpen bárki az európai térségben, hogy kérdéseket tehessen fel, és ezekre a kérdésekre választ kapjon. De a végén csak a lerajzolt útvonalon ennek az ügynek a végére pontot kell tűzíteni. Az EU-s ügyekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy 2004 óta Magyarország az Európai Unió tagja. A jogrendünk ennek következtében megváltozott, illetve vannak olyan jogosítványok, amelyek ugye nemzeti szintről elvonásra kerültek és EU-s szinten vannak. Nagyon érdekes, hogy tartozom majd a fogásosnak a kérdéséhez ebben a részben, hogy az Európai Uniónak a bázis átfogó, az alapját annak idején, amikor a
az első országok unióval léptek, tulajdonképpen a szén és urán közösség teremtettenek. Azért álltak össze az országok, hogy a szénhez és az uránhoz, mint két fontos nyersanyaghoz egyenlő esélyekkel és jogokkal férjenek hozzá. Így aztán az Európai Unió alapító dokumentumainak sorában az egyik legfontosabb az Euratom egyezmény, ami ezt nukleáris ügyet rendezi. És az Euratom egyezmény előírja, hogy ha egy európai tagállam külföldről nukleáris üzemanyagot vásárol, akkor ezt tulajdonképpen a közösségnek vásárolja, nem saját magának. És az európai közösségnek a jogait úgy biztosítja gyakorolni ez az egyezmény, hogy az Euratom szervezetén belül működik egy ellátási ügynökség, és ez az ügynökség harmadik aláíró felévé válik minden üzemanyagvásárlási szerződésnek. Ez azt jelenti, hogy csak az ügynökség jóváhagyásával lehet tulajdonképpen aláírni és hatályba léptetni egy ilyen üzemanyagvásárlási szerződést. Ez így van a mi esetünkben is, tehát amikor elkészült az üzemanyag szerződés, akkor ezzel a tulajdonképpen még mielőtt elkészült volna, az első tervezet elkészült, akkor elmentünk az Euratom ellátási ügynökséghez, bemutattuk ezt a szerződést, hogy ezt a szerződést szándékozunk az orosz félben. Aláírni kérjük szépen a véleményt, véleményt kaptunk, a véleményeket beépítettük, újabb verzió állt elő, szintén elmentünk az ellátási ügynökséghez, ezzel kapcsolatban újra megfogalmazott különböző észrevételeket és igényeket az ellátási ügynökség. Ennek a folyamatnak vagyunk gyakorlatilag a végénél, nagyon-nagyon közel ahhoz, hogy az üzemanyag ellátási szerződésre rákerüljön az ügynökségnek az aláírása is, és akkor ezáltal válik hatályossá és érvényessé a szerződés. Ez egy alapelv egyébként a bizottságnál, illetve ott magában ebben az Euratom közösségben, hogy 10 éves üzemanyag ellátási szerződést szeretnek, annál hosszabb idejük nem igazán. És ezt követően, hogy be tud-e lépni másik szállító ebbe az ellátásba, ez több dologtól is függ. Egyrésztől maga az üzemanyag ellátási szerződés úgy került a szállításra, hogy lehetővé teszi, hogy a kezdeti időszakot követően egy másik szállító lekapcsolódjon az ellátásba. De ennek feltétele az, hogy ez a másik szállító létezzen. Jelenleg nem létezik másik szállító. Tehát ahhoz a BVL-1200-as típushoz, ami épülni fog Pakson, nincsen az oroszokon kívül olyan gyár, aki képes lenne, aki remélek tervei és engedélyezett eljárása, illetve gyártósora arra, hogy ilyen üzemanyagot gyártsak. Természetesen a későbbiekben ilyen szállító kinőhet, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok nyugat-európai erőműhöz több szállító képes üzemanyagot előállítani. Ugyanígy a BVL 1000-es típusú orosz erőműhez is nem csak orosz üzemanyag, hanem Westinghouse amerikai üzemanyag létezik, ami egyébként nagyon érdekes, hogy amit Westinghouse üzemanyagnak hívunk, az valójában nem is teljesen amerikai, mert a Westinghouse az japán tulajdonban van, ráadásul az, hogy jár, ami BVL 1000-es reaktorokhoz ezeket az üzemanyagokhozatnak a gyárt, és Svédországban található. Tehát ez kellően bonyolult, de esetben elképzelhető, hogy lesz olyan szállító a piacon, mostantól 15-20 év múlva, nem tudjuk, hogy mikor, amelyik képes lesz ilyen üzemanyagot, minőségben megfelelő előírásokat előállítani, és ebben az esetben versenyezhet majd az orosz féllel, és akkor részt vehet ebben az üzemanyag ellátási üzletben. Meg kell még említenem visszatérve egy picit az engedélyekhez, hogy természetesen az Európai Bizottságnak más területen is vannak jogosítványai. Itt a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, hogy ezt a projektet meg akarja valósítani. Erre vonatkozóan az Euratom egyezményben 41-es cikkelye rendelkezik egy külön eljárásra, egy nevezett notifikációs, egy bejelentési eljárásról. Ez szintén jó ideje folyamatban van. És ezen kívül megint csak a magyar kormány jelentkezett a bizottságnál, hogy vizsgálja meg, nem lát-e a Paks 2 projektben állami támogatást, mert nem látunk, nem találjuk, hogy hol lenne ebben állami támogatás. A projekt teljesen piaci alapokon meg tud valósulni, és piaci körülmények között
megtérülő beruházásról van szó, de mindesetre az a párbeszéd zajlik a bizottsággal, aminek a végén azt reméljük, hogy, amikor elérjük, akkor a bizottságtól lesz egy olyan nyilatkozat, hogy igen, mi jól gondoljuk, és nincsen államtámogatás ebben a... Ez azért nagyon fontos, és itt kapcsolódunk az osztrák-brit vitához, ezt sem szeretném kifelejteni, mert ugye Nagy-Britannia körülbelül a villamos energiának a 20%-át állítja elő kuklás alapot. Ők annak idején grafitmoderálású gázút és reaktorokat építettek, és ezek a reaktorok olyanok, hogy 40 éven túl nem nagyon tudnak működni. Tehát a brit reaktoroknak a zöme, amikor elérje a 40 éves természet üzemidejének a végét, akkor le fog állni. Akkor egyetlen egy 8-10-es reaktorral szerelt atomerőműjük van, ami hasonló a paksi reaktorokhoz, és hát ez az egész nyilván nem elég ahhoz, hogy tudás alapon az ellátás biztosítása. Ami ráadásul Szigetország, meglehetősen korlátozott energiahordozó ellátottsággal, és ennek következtében ők egy olyan energiapolitikát dolgoztak ki, ami nagyon hasonló a magyar, és azt mondja az energiapolitika, hogy több lábon akar állni, mert csak így tudja biztosítani, hogy hosszú távon a villamos energia ellátás biztonságos legyen. Csak hogy a brit alapállás az, hogy nem akarja, hogy maga az állam közvetlenül tulajdonosként részt vegyen a villamos energetikában, minden piaci alapokon kívánnak megoldani. Ahhoz, hogy piaci szereplők megfelelő mennyiségű pénzt legyenek hajlandóak investálni a brit villamos energiaiparba, ez egy olyan garancia rendszert kellett összeállítaniuk, ami bizony tartalmaz az állami támogatási elemeket. Az állam garanciát vállal arra, hogy az atomerőműben vagy a megújuló energiahordozókra alapozott erőművekben előállított villamos energiát át fogja venni. Tehát átvételi kötelezettséget vállal. Ezen túl ahhoz, hogy a beruházónak a megtörlési feltételek garantálva legyenek, ehhez egy garantált átvételi rendszert alakítottak ki. Úgy kell elképzelni, hogy megszabtak most egy villamos energia árat, ami különböző típusú energiahordozókra más és más. Az atomerőműre 92,5 font per megawattóra, ami nagyjából 110 euró per megawattórának felel meg. Ez forintosítva, ez 33 forint per kilowattóra környékén van. És ezt az árat garantálja 35 éven keresztül, hogyha a piaci ára már ez alá az árszint alá lenne, akkor az állam egy alapból odaadja az üzemeltetőnek az árkülönbözetet. Ha pedig magasabb lenne a piaci ára már, az erőmű értékesítőben tudja az állam, mint ez a 92,5 volt per megawattóra, akkor pedig az üzemeltetőnek a 92 és a piaci ár közötti különbözetet be kell fizetnie egy állami alapot. Most ezt a konstrukciót eleve egy állami támogatási rendszernek szánták, még egyszer azért, hogy a beruházó hajlandó legyen nagy mennyiségű pénzt, több 10 milliárd eurót vinni a villamos energia piacra, és ezt a rendszert, ezt a brit kormány bejelentette a bizottságnak, és kérte, hogy a bizottság járuljon hozzá, hogy ezt az állami támogatási rendszert alkalmazhatja, és nyilatkozzon a bizottság arról, hogy ez a támogatási rendszer nem tiltott állami támogatás. Tehát állami támogatás lehet, ha az nem tiltott állami támogatás. Most a bizottság egy hosszú eljárásban, tavaly októberben megállapította, hogy az a modell, amit a kormány felépített, az nem tartalmaz tiltott állami támogatást. Állami támogatás, de nem tiltott állami támogatás. Ez lehetővé teszi, hogy a Hinkley Point atomerőmű telephelyén megépítsen az EDF két darab európai 8-10-es reaktorra alapozott, két darab 1600 megawattos blokkot. Most ez egy nagyon érdekes döntés. A bizottság azt mondta, hogy ahhoz az atomerőmű projekthez lehet állami támogatást adni, és az adott el, amit a kitek felállítottak, az nem tudott állami támogatást. Ezt a bizottsági döntést kérdőjelezi meg jelenleg az osztrák kormány, és akarja megtámadni az Európai Bíróságnál
a bizottság megkerülés. És ez egy nagyon-nagyon abszurd helyzetet teremt, ugyanis ahogy ígértem, nem volt még eddig példa arra, hogy a bizottság döntését egy ilyen típusú állami támogatási ügyben megtámadták volna az Európai Bíróságnál, és bizony nagyon komoly villogások látszanak itt most a brit és az osztrák kormány között, mert a brit kormány egyértelművé tette, bejelentette, hogy ha az osztrákok tényleg megtámadják az Európai Bíróságnál ezt az Európai Bizottsági döntést, akkor ők mostantól minden egyes osztrák kezdeményezést meg fognak támadni, és megpróbálják bejelentetlen. Mivel a Paks 2 projektnél nincsen garantált átvételi ár, nincsen olyan garancia rendszer, az államtámogatási rendszer, mint a briteknél, tehát nem látjuk az állami támogatást, tehát a tiltott támogatást sem látjuk, és állami támogatást sem látjuk a Paks 2 projektben, és nagyon reméljük azt, hogy például Ausztriával szót fogjuk érteni, hiszen nagyon régóta bilaterális kapcsolat van a két ország között, és minden nukleáris ügyet nem tudtunk beszélni, tehát nagyon reméljük, hogy ez lesz itt is, de hát majd meglátjuk, hogy ez a folyamat hova jut. Nem tudom, tehát szerintem talán mindenre válaszolnak. Igen? A Greenpeace-nek a harcosságára. Hát eddig az utóbbi két hónapban nem nagyon láttunk ebben a harcosságból semmit. Nem tudom, hogy jelentkezni fognak-e a következő időszakban. Meglátjuk, én nem tudom, hogy mi az ő szándékuk. Hangsúlyozom, hogy nekünk nagyon szilárd meggyőződésünk, hogy ennyire a projektből nagyon nagy baj van az ország, szükség van erre, hogy ezt ők megértik-e, az egy másik kérdés, meglátjuk. Természetesen, ha harcát legyen a harcát, úgyhogy készek vagyunk ezt a hitásnak, hogy köszönöm szépen, hogy a még lehetőség kérdéseket feltenni. Vélemény mondani észrevétel. És több kérdés. Köszönöm, hogy a kolléga úrnak is szeretnék válaszolni egy-két mondatba itt a zöldeknek, meg a Greenpeace-nek, meg egyéb környezetvédőknek a szervezeteire és a egyéb harcaira. Én nekem volt személyes tapasztalatom az erőművel, amikor ez a rövidvízes megmozdulás, ez a erőfitoktatás. Hát én azt láttam ebből az egészből, hogy ők rettenetesen nagy környezetvédők. Ugye eljönnek Pestről, különböző helyekről, kétszámok az autójukból, tízelődóban, ami elnézi a környezetet, megúszták gyorsan a hidegüldőket, hogy mindig kimennünk demonstrálni, addig nem voltunk valami, hogy a projekt legyen. Ugye oda ráncolják magukat, kerítéshez, ehhez ahhoz, ami szükséges, mert ők békések, utánuk az ügyvéd a fekvetek aktával, személyes aktáikkal, hogy most nem tudjuk, hogy jogilag védi őket, tehát támadást nem is neki őket az intézmény részéről, nem semmi. És hát ez egy ilyen, én ezt a dolgot, ezt egy ilyen látszat harcnak, nem csak elkörülni, mert ugyanez van visszatérés. Végeztek, mindenki jól végezte a dolgát, elveszi a napi díját a szervezőktől, elmegy haza, kinyitja a hűtőszekrényt, nem a kútból húzza fel a sört, mert az környezet kivénő lenne. Tehát kinyitja a hűtőszekrényt, kiveszi egy ideig, harmatosan egy sörét, megnézte az indében, hogy tényleg jó, nem most látom ma ismét, és akkor mindenki jól végezte a dolgát, felül, és várja azt, hogy a sűrűből a szárjába. Tehát mondjanak valami komolyabb alternatívát, ami előfele lehet az atomenergiának. Itt Magyarországon igazából nincs. Szélenergiát nem tud hasznosítani, amennyi Magyarország ellátásához miért való lenne. A napenergia is kérdik olyan, hogy már igazándékból nincs annyi napsütéses óra. Ezeket a dolgokat meg lehet magyarázni, és aki a logikának vagy a logikus magyarázatnak nem hisz, annak nem kell hagytani. Én csak ennyit szerettem a környezetvédőről, és a másik az, hogy én gondolom, hogy itt a település lakóinak a nevében is beszélhetek, hogy én örülnék neki, hogy ez a bővítés minél előbb elkezdődne és minél előbb megvalósulna. De valóban itt sok családnak a megélhetését biztosítom már évtizedek óta ez a dolog. És én nem gondolom, hogy soha arra lehet veszélyes. Itt vagyok a tövében, én 84 óta dolgozom az erőmű és az erőmű szolgáló egységeinél, tehát egy kicsit hazai is beszélek. De én soha nem tudom, hogy ez valamilyen módon veszélyes lenne, mint a lakosságra, a
további szép estét kívánok, hogy nagyjuknak, pedig csak a viszontlátásra. Én is remélem, hogy mindenki felvérdezte magát műsületekkel, és arra kérdek mindenkit, ha jönnek a közben tudatok, akkor bátran mindjárt, hogy támogatjuk, támogatják a közművet. Én is megköszönöm mindenkinek a részletet, viszontlátásra.